2023. szeptemberében kezdődtek el a Györffy István Katolikus Általános Iskolai Szent Erzsébet óvoda József Attila utcai épületének felújítási munkálatai. Az elmúlt 4 hónapban látványos változások történtek az intézményben, a munkálatok pedig lassan befejeződnek. Kívülről teljesen megújult az épület, hiszen új szigetelést kapott, de lecserélték a nyílászárókat is. Kovács Miklósné az intézmény vezetője elmondta, a beruházás összköltsége 213 millió forint. Hozzátette, időszerű volt már a közel 40 éves épület korszerűsítése. Ebben az évben, október 8-án lesz 40 éve, hogy ezt az iskolaépületet átadták, és azóta ilyen nagyobb felújítási munkálatok nem voltak. Ez már most éppen aktuális volt az iskolaépületének az életében. A KEHOP pályázat keretén belül, ami állami támogatással, illetve a fenntartónak az önerejével valósul meg, az iskolát beszigetelték, az épületnek a falait. Ennek az az érdekessége még, hogy azokat a részeket is, amelyek kívülről nem voltak szigetelhetők, egy éppen újszerű anyaggal beszigetelték. Tehát így azt mondhatjuk, hogy most már az iskolának a szigetelése az teljes mértékben megvalósult. A külső nyílászáróknak a cseréjére is sor került, az ajtóknak, ablakoknak, illetve a függő üvegfalnak a cseréje történt meg. Az energetikai korszerűsítés során az épület tetejére napelemrendszer is került, melynek köszönhetően jelentősen csökkenhetnek az üzemeltetési költségek, tette hozzá az intézményvezető. Nem csak a külső homlokzat, aztán az ablakoknak a cseréje, nyílászároknak a cseréje történt meg, hanem a tetőn napelemet helyeztek el, amely majd arra azt a célt szolgálja, hogy az iskolának az elektromos rendszerébe bekerüljön, és így csökkenteni fogja majd az iskolának a költségeit. Két helyiségben klímának az elhelyezésére is sor került, illetve ami különlegessége ennek, ilyet nem sok helyen lehet látni, hogy az ablakokra redőnyök kerültek, amelyeket automatikusan lehet kezelni. Azon a részen kerültek redőnyök az ablakokra, amelyek a tantermek, és különösen ki vannak téve a napsütésnek, amely zavarja a tanítást, hiszen minden tantermünkben már modern táblával rendelkezünk, amely így sokkal kényelmesebben használható. Kovács Miklós Istvánné elmondta, hogy a munkálatok tanítási időben sem állhattak meg, de a kivitelező cég munkatársai mindig igyekeztek úgy ellátni a feladataikat, hogy semmiképpen ne zavarják az intézményben zajló oktatást. Az intézmény vezetője hozzátette, hogy a beruházásnak köszönhetően az itt dolgozók és a diákok is komfortosabban érezhetik most már magukat. A megújult épületben a korszerűsítés pozitív hatásai már az elmúlt időszakban is tapasztalhatóak voltak. Itt már 40 évesek voltak az ablakok, és hát sajnos már több volt beszegelve, mint ami működött, meg hát amikor nagyobb szél volt, akkor azt bizony mindenhol éreztük. Elég magas volt a fűtésszámlánk is. Bízunk benne, hogy most már ez ebben az évben meg fogja mutatni, hogy csökken. Nemrég kaptam meg az épületnek az energetikai besorolását, és megnéztem, hogy a GG szintről az AA szintre jutott el az épület, és már csak 1 fokkal van felette jobb energetikai állapot. Hát bízunk benne, és nem hogy csak bízunk benne, hanem ezt már napjainkban is érzékeljük, hiszen a gyerekek és a kollégák is jelzik, hogy mennyivel komfortosabb az érzetünk akár a folyosón, akár a tantermekben. A beruházás tehát lassan a végéhez ér. Az itt dolgozókat és a diákokat egy kívülről teljesen megújult épület fogadja mostantól.